Sziasztok! Szűcsapor vagyok, egyes típusú cukorbeteg. Körülbelül 5 évet diagnosztizáltak, visszagondolva elég jól fogadtam. Persze az elején voltak kétségeim, kérdéseim, amikre nem tudtam a választ. Mit is mondjak? A kórházba elég rossz állapotban kerültem be. Az elején fogalmam sem volt, hogy mi van velem, mi történik, de tűrtem. A harmadik nap már magamnak adtam az inzulint, és onnantól nem is volt különösebb probléma. Hála édesanyámnak és a családomnak, akik mindig mellettem voltak és vannak, így nem féltem. Kezdtem felfogni, hogy ezentúl ez mivel is fog járni. Vannak előnyei és hátrányai, de sosem volt bajom diszkriminációval, maximum, hogy nem minden ember tudja felfogni, hogy ez mivel is jár, például néha tanárok vagy más, de azokkal sosem foglalkoztam, leperegett rólam. Szerintem a cukorbetegség az nem egy betegség, ettől pont ugyanolyan vagyok, mint más, csak kicsit jobb. Ez egy prémiumom. Nézéspont kérdése. Én is pont úgy bulizok, élem az életem, rendszeresen focizok, és most is egy futómaratonon vettem részt, amitől nem féltem belevágni, hiszen miért ne tudnám megcsinálni én cukorbetegként, hogyha másnak is sikerül? Azért, mert cukorbeteg vagyok. Ha bármi probléma volt, útközben kezeltem, és ez ilyen egyszerű. Nem kell parázni. Szóval mindenkit bátorítok, aki velem egy cipőbe jár, hogy gyerünk, sportoljatok, mert az az egészséges élet egyik titka, és megsúgom, hogy a jó cukornak is az egyik titka. Szóval mindenkit puszilok, ciao!